Ez a Kölcsei Televízió állatbarát műsora. Köszöntöm Önöket. Előbb képes ajánló, aztán kezdődik az állati. Minden gazdi azt szeretné, hogy jól nevelt, engedelmes kutyája legyen. Az állatívó kiderül, mit is kell ehhez tenni. Bemutatjuk a Nyíregyházi Állatpark Andok Kalandok kifutórendszerének legifjabb lakóját. A kis alpakát a pofáján kirajzolódott minta miatt gondozói csak Amerika kapitánynak nevezik. És magazinunkban a tengeri malac, a nyuszi és az ékszerteknős tartásához adunk még ötleteket. A kutyák alapvetően nagyon okosak, gyorsan és szívesen tanulnak, örömmel végzik el a rájuk bízott feladatokat. Minden kutyus megtanítható a leggyakrabban alkalmazott vezényszavak megértésére és azok teljesítésére. A nevelés alapja a következetesség, a jutalmazás és nem utolsó sorban a szeretet. Az alapvető engedelmesség az ugye a kutyáknál tényleg egy olyan alapvető, benne is van a nevében, hogy azokat a követelményrendszert foglalja magába, amit véleményem szerint a Tacskótól a Bernáthegyig minden kutyának ahhoz napi szinten tudnia kell, hogy megfelelő módon illeszkedjen a falkába, azaz a családba, ott, ahol abban a közegben, ahol él. Miért van erre szükség? Hát azért, mert a kutya is jobban érzi magát, ha tudja, hogy hol a helye a falkába. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, ha értelemszerűen az alfa hím akár, vagy az alfa nőstény is, tehát a család vezetői foglalkoznak a kutyával, utasítják a kutyát. Ez nem kerül többen napi 10-15 percnél. A kutyát ezzel rendszerbe tudják szoktatni. Különböző gyakorlatok vannak, hát ide tartozik az ültetés, fektetés, nagy Isten az állítás, helyben maradás, pórázon követés nagyon fontos. A legalapvetőbb itt a mai társadalomban ugye, hogy a kutya ne rángassa a gazdáját, az csúnyán mutat, mondjuk egy nagy német juhásznál viszi a gazdáját előre, és hiába rángatják, nem fogom neki szót. Tehát véleményem szerint szükséges az, hogy a napi rendszerességgel, tehát ez a minimum gyakorlat, hogy pórázon menjen a kutya szépen, üljön, feküdjön, álljon. Ezt ilyet például el lehet érni, hogy csak parancsszóra vegye el a tából a kaját, amikor etetem, akkor addig nem nyúl a etetőtához a kutya, ameddig azt nem mondom neki, hogy tied, vagy más vezényszót, vagy egyél vezényszót. Ugye a vezényszavakat mindig a gazdák találják ki. Nyilván vannak a köztudatban elfogadott vezényszavak, mint hogy ül, fekszik, áll, lábhoz, stb. De egyébként ezek vannak a magasabb szinten a vizsgaszabályzatokban is, de tulajdonképpen a gazda saját magának irányíthatja a kutyát. Ha úgy gondolja, ugye a pórázonkövetés az baloldalt szokványos, ugye ezt a német hadsereg találta ki annak idején, ahogy a jobbal a fegyvert fogják, ez elterjedt a világba, de elfogadott az is, ha valaki jobb oldalt viszi a kutyát, csak rendesen pórázon, laza pórázzal, ne rángatva vigye a kutyát. Teljesen mit mondunk neki a kutyának, ha azt mondom, hogy paradicsom és arra ül le, akkor arra üljön le, vagy ha azt mondom, hogy nem azt mondom neki, hogy ott maradsz, hanem teljesen más vezényszó, csak a kutya fegyelmezetten maradjon ott a helyén. Ültetés! Ül! Ül! Állítás! Áll! Marad! Áll! Marad! Kiképzés során ugye a kutyának az ösztöneire építünk, tehát mindenféleképpen a magyar zsákmányszerző ösztönét használjuk ki, akkor úgy mondjuk, hogy aportos a kutya, tehát lehet vele labdázni, és a labdáért mindent meg fog csinálni, le fog ülni, le fog feküdni, csak játszon utána vele a gazda, mert tudja, hogyha 5 percig fegyelmezett a kutya, akkor 10 perc játék következik, tehát ezek az aportos kutyák, úgymond zsákmányos kutyák, mindent megcsinál. Nyilvánvalóan a vadászkutyáknál szintén a zsákmány ösztönt, ugye a nyullábat eldugdossák nekik, stb. Tehát a zsákmányszerző ösztönt. Na de mi van akkor, ha nem zsákmányos a kutya? Akkor viszont hát, ha éhes szereti a hasát, a pókas a kutyákat kajával lehet motiválni. A kiképzésen a motiváció az nagyon-nagyon fontos. Mindig motiválni kell a kutyát arra, hogy örömmel, lendülettel dolgozzon.
Külön kell venni a kutya kiképzés során a nevelést, illetve a kiképzést. Na most általában az iskolákban vannak olyan emberek, akik úgy jönnek ki, hogy már 4 hónapos korba kihozzák a kutyust, azokat még kiképezni nem lehet, tehát őket nevelési szinten kell kezelni. A kettő között a különbség az, hogy a nevelésnél toleránsabbak vagyunk, jóval toleránsabbak a kutyussal, többet segítünk neki kézzel, megpróbáljuk neki megmutatni mondjuk egy fektetésnél, hogy hogy fekszik le, előtérbe kerül a jutalmazás, azzal fektetjük le, tehát mindenféleképp a nevelésnél toleránsabbak vagyunk, mint amikor már egy 1,5 éves kutyát kiképzünk. Kiképzés nagyon fontos elve a következetesség, ami azt jelenti, hogy következetesen a kutyától, ha egyszer azt mondom neki ül, nem hagyom ott a kutyát addig, amíg le nem ültetem. Enélkül a kutya meg fogja szokni, hogy leülök majd, ha 5-ször mondja a gazda, de meg most úgyse fog ráérni, megy a munkába, nem fogok leülni. A kutyák nagyon okosak, nagyon ki tudják az embereknek a érzés hullámait, a bioenergiáját átveszik a gazdának, nagyon-nagyon. Jól tudják azt, hogy a gazda már mikor van a plafonon mérgébe, és amikor már majdnem idegsokot kap a gazda, akkor leül. Most ezt nem szabad megvárni, ezért még a olyan kutyák is, amelyek nem uralomra törők, viszont azok meg lehet, hogy huncutok, vagy ravaszak. Tehát vannak külön olyan fajták, mint a tacska is, hogy bánatosan nézel, hogy hát gazda, hagyd ne üljek már le. Nem szabad csapdába esni, hanem igenis meg kell követni, de hát következetesség az nagyon fontos. Tulajdonképpen a kutya tanítása az a falkából, tehát az anyától való elválasztásnál már kezdődik. Tehát egy 8-10-es kiskutyát elhozok, értelemszerűen az nem kiképzés, nevelés. Be kell szoktatni a kiskutyát a családi környezetbe, új falkába szokik a kutya, de már nevelem. Nem engedem neki azt, hogy kitúrja a virágot, rászólok, nem engedem, hogy oda kakíjon, pisíjen, ahova én nem szeretném. Tehát ezek alapvető nevelési kérdések. A komolyabb nevelés az a kutya iskolákban, általában minden iskola akkor engedi egy kiskutyát bevinni, ha minden oltása megvan. Ide tartozik ugye a jogszabályát előírt legutolsó veszettség elleni oltás. Egy gondos gazda azért mindenféle kombinált és parvó, meg szoponica elleni oltásokkal ellátja a kutyát. Ezeknek az időkivárása 2 hét, 2 hetente lehet oltani. Tehát körülbelül olyan 4 hónapos korú lesz a kiskutya, amikor már jogszabály szerint is be lehet egy kutya közösségbe vinni. Hangos. Minden kutyának van egy egyénisége. Az egyik az bujó, szeretetre méltó lesz, a másik mogorva, akaratos, uralomra törő. Ezek szépen kialakulnak úgy, mint a gyerekekbe is, hogy nagyhangú, csendes, visszahúzódó, törtető, tehát a kutyáknál ugyanúgy megvannak ezek a jelek. A kiskutyánál ezeket nyilván a kiképzés során ki lehet használni, a csendes kutyát bátorítani kell, a nagyhangú kutyát vissza kell fogni, de mindenféleképpen hasznos, ha olyan 5 hónapos korban már megjelenik az ember valami, aki szeretne a kutyáját egy alapvető engedelmességre megtanítani, megjelenik egy pályán, egy kiképző pályán, vagy egy keres egy kiképzőt, tanácsot kér tőle, mit csináljon, akár otthon is lehet vele foglalkozni. Ha nincs ideje kijárni, akkor csak azért keres kiképzőt, hogy mondja el neki, hogy otthon hogy foglalkozon a kutyával, és akkor azokat a gyakorlatokat otthon lehet gyakoroltatni. Na most ugye a kutyaiskolák rendszere tudomásom szerint olyan, hogy minden itt társadalmi, úgynevezett társadalmi kutyázás folyik, aminek az a lényege, hogy a kutyát és a gazdát együtt képezzük. Tehát egy kezdő kutyás gazda egy kis kutyával ugyanúgy tanulja a módszereket, a ültetés, fektetést, hogy lehet megtanítani, mint ahogy a kutya. Na most, ameddig a gazda nem tudja, értelemszerűen nem tudja átadni a kutyának, az iskolákban kevés az idő ahhoz, hogy ezt készségfokon elsajátítja a kutya. Ugye mit kell csinálni, mint a szorzótáblát, azt szoktam mondani, mint a szorzótáblát a gyereknek, tanítónéni megtanítja 2x2, és akkor ezt otthon 500 példával kell gyakorolni, hogy készségfokon tudjon utána fejből szorozni.
nagyon-nagyon sok munkaóra kell ahhoz, hogy egy kutya jó nevelt legyen, ahhoz, hogy plusz dolgokat tudjon, ahhoz még több, de nagyon nagy örömet tud egyébként okozni egy jó nevelt kutyával végigmenni a városon, amikor megnézik, attól jobb érzés, én úgy gondolom, hogy nincsen. Már társaival ismerkedik a nyíregyházi állatpark nemrég született alpakája. Az apróság pofáján az amerikai kontinensre hasonlító minta van, ezért gondozói tréfásan csak Amerika kapitánynak nevezik. A kis patást már a látogatók is megtekinthetik a park egyik dél-amerikai kifutójában, ahol kapibarákkal és tapirokkal ér társbérletben. A nyíregyházi állatpark különlegessége, hogy kontinensenként mutatjuk be földünk állatvilágát, és ahol lehet nagy társas kifutóban élnek együtt az állatok. Az egyik legközkedveltebb helyszín az Andok kalandok, ott is egy olyan kifutó, ahol tapírok, kapibarák és alpakák élnek együtt. Ha ránézünk a tapírra, azonnal láthatjuk, egy igazán különleges külsejű állatról van szó. Nem véletlen, ugyanis 35 millió éve, a miocén korszak óta szinte a testfelépítése változatlan. Hatalmas, hosszú koponyája van, melynek a tetején csontaraj található, a szája ormányban végződik, ráadásul, hogyha megnézzük a tömsi sertésszerű testét, akkor a végtagokon megfigyelhetjük, hogy a melső lábán 4, míg a hátson 3 lábúja van. Egy maláj legenda szerint ugyanis annak idején az istenek úgy alkották meg ezt az állatot, hogy azokból a testrészekből rakták össze, amely más állatnak már nem kellett. A világon több tapírfaj létezik, az egyik legközkedveltebb és legközismertebb a dél-amerikai tapír, melyből a nyíregyházi állatpark két állatot mutat be. 2013-ban érkezett hozzánk az Európai Fajmegőrzési Program keretében egy nőstény állat, és 2015-ben hozott világra egy apróságot. Az apró tapírkölyök 11 hónapi vemhesség után jön a napvilágra, és először csíkozott a bundája, hiszen ez kiváló rejtőszint jelent a számára. Körülbelül 6-7 hónapos korában viszont anyához hasonlóan barna színűvé változik. Most jelenleg a nyíregyházi állatparkban anya és lánya él közös kifutóban, és előszeretettel szoktak dagonyázni, vagy a vizes medencében tartózkodni, hiszen a tapirok nagyon jó úszók, több percig is kibírják a víz alatt. A különleges testfelépítésnek köszönhetően a természetben kiváló lehetőség van arra, hogy lesöpörjék magukról a ragadozókat, mégpedig úgy, hogy apró rövid szőreik vannak, torpedó alakú testük, és hogyha egy jaguár ráveti magát az állat hátára, egyszerűen akkor a sűrűbe veti magát, és ledobódik róla a ragadozó. Kifejezetten növényevő állatokról van szó, hajtásokkal, növényekkel, gyümölcsökkel és zöldségekkel táplálkoznak. Megnyúlt ormányok segítségével akár 30 cm-es átmérőjű kört is végig tudnak szimatolni, anélkül, hogy fejüket megmozdítanák. Brazil-indián nyelven a tapír szó vastagot jelent, utalva a vastag bőrére. Alapvetően a tapírok főleg éjszaka aktívak, és elég félénk állakodtak a természetben, de ez nem így van nálunk, ugyanis szeretik, hogyha dögönyőzzük és masszírozzuk a bőrüket. Ezt naponta meg is tesszük, és az állatok meg is hálálják ezt, hiszen ahogy belépünk a kifutóba, már is jönnek egy kis simogatásra. A tapírok mellett egy másik igazán különleges külsejű állatot is megtekinthetnek a látogatók az Andok kalandok függőhidas rendszerében. Ugyanis a tapírokkal közös társbérletben élnek a vízidisznók, vagy más néven kapibarák.
A föld legnagyobb rágcsálói akár 60 kg-os testtömeggel is bírhatnak. Hatalmas csapatokban élnek, ahol több hím és nőstény él együtt, viszont csupán a domináns hím párosodhat a nőstényekkel. A hímeket könnyedén meg lehet különböztetni a nőstényektől, hiszen a hím orrfelső részén egy duzzanat található, ennek segítségével szokta a teritóriumát megjelölni. Kitűnő úszókról van szó, hiszen akár 5 percig is kibírják a víz alatt. Az ő mellső lábukon is 4, míg a hátsón 3 lábúj található, és hosszú vastag barna bundával rendelkeznek. A Nyíregyházi Állatpark társas kifutójában egy hím található több nősténnyel együtt. Előszeretettel tartózkodnak a füves területeken is, éppen ezért a számukra külön el van kerítve egy rész. Nem véletlen, pontosan miatt a fű imádat miatt, hogy az indián nyelven a kapibara kifejezés azt jelenti, hogy minden füvek ura. A Nyíregyházi Állatpark nagyon fontosnak tartja azt, hogy az újvilági teveféléket is bemutassa a látogatóknak, így a lámák és vikunyák mellett alpakákat is bemutatunk. Az alpakákat a II.-IV. Században az inkák háziasították, és míg a lámát több célú háziállatnak tartották, az alpakát kifejezetten a gyapja miatt tenyésztették ki, hiszen nagyon jó, finom gyapjúval rendelkezik, mely puha, meleg, jó hőszigetelő és nem szúr. Az inka birodalomban különleges tiszteletnek örventek az alpakák, ráadásul a vallási szertartásokkor a fejedelmek öltözékeit is alpakaszőrből szőtték. Hatalmas csordákban élnek, legfőképpen Chile, Peru és Bolívia környékén napjainkban, létszámuk akár 2 millió is lehet. Rendkívül kíváncsi természetű állatok, és napjainkban újra fénykorukat élik, hiszen kiváló minőségű a gyapjuk, ráadásul mivel nagyon barátságosak, egyre többen használják őket terápiás célból is. A Nyíregyházi Állatparkban hatalmas alpaka csapatot lehet megtekinteni, idén eddig 3 kis alpaka csikó látott napvilágot, őket a szőr mintázat alapján szoktuk megkülönböztetni és elnevezni. Az idei legkülönlegesebb csikónk Amerika kontinensére hasonlító arcmintázattal rendelkezik, ezért a gondozók viccesen csak Amerika kapitánynak nevezik. Az egzotikus házi kedvencek egészségéről sem feledkeztünk meg. Most következzen néhány állatorvosi jó tanács az ő tartásukhoz. Erre gyakrabban hoznak rendelőnkbe egzotikus állatokat, például nyulakat, tengeri malacokat, teknősöket, gekkókat, kaméleonokat. Ezek közül leggyakoribb a nyúltengeri malac ékszerteknős, nagyon gyakori a tartástechnológiai hiba, ez főleg a hiányos tájékoztatásnak az eredménye. Ezekhez az állatokhoz a tulajdonosok ugyanúgy tudnak kötődni, mint egy kutyához vagy macskához, úgyhogy ezeknek a gyógyítása is legalább annyira fontos feladat, mint a nagyobb társaiké. A nyulak és a tengeri malacok tartása nagy vonalakban megegyezik, a velük kapcsolatos problémák is ugyanazok szoktak lenni. A leggyakoribb probléma náluk a fog probléma. Ez sokszor abból adódik, hogy minimális szénát kapnak az állatok. Ugye ezeknek az állatoknak nem csak a metsző, hanem a hátsó, az őrlő fogaik is folyamatosan növekednek, és ezeket is folyamatosan koptatni kell. Az ilyen boltban vásárolható fogkoptatók, ezek nem jutnak el az őrlő fogakhoz, hanem akkor kopnak a hátsó fogak, amikor az állat rág. Legtöbbet a szénát kell rágni, ezért szoktuk azt javasolni, hogy az állat előtt mindig legyen széna. A fogaknál nagyon fontos, hogy a tulajdonos csak a metszőfogakat látja. Hogyha azzal valami probléma van, általában észre szokták venni.
A hátsó fogaknál, hogyha gond van, csak azt jelzi, hogy az állat esetleg kevesebbet eszik, válogat, nem eszi a szénát, csak a puhább ételeket, tovább rág meg ugyanannyi falatot, elkezd fogyni, nyálzik esetleg. Úgyhogy ilyenkor állatorvoshoz kell fordulni. A hátsó fogaknak a nagy részét ébren is meg tudjuk vizsgálni. Kis otoszkóp segítségével belevilágítunk a szájába, meg kell tartani a tulajdonosnak. Nagyon szűk az ilyen állatoknak a szája, úgyhogy nehéz vizsgálni, de a fogak nagy részét meg tudjuk nézni, viszont a leghátsókat nem. Ezeket csak bódításban lehet, úgyhogy ha nagyon erős gyanúk van fog problémára, akkor feltétlenül be kell bódítani az állatot az alapos fogvizsgálathoz. Hogyha az állat kevés szénát eszik, nem csak a fogaival lehet probléma, hanem a bélflórája is felborulhat, ugyanis a szénában rengeteg rost van, és erre szüksége is van az állatnak. A kukoricás, búzás tápokban pedig minimális a rosttartalom, és ettől felfújódás, székrekedést kaphatnak az állatok. A nyulakat és tengeri malacokat a szénán kívül táppal is szabad etetni. Azok a megfelelő tápok, amik pelletált szénából állnak gyakorlatilag, zöld rudacskák, zöld gombócok, ezeket majdnem bármilyen mennyiségben ehetik az állatok, ezek nagyon jók, viszont ezeket is kevesebbet kell rágni, mint a szénát, úgyhogy érdemes ebből is annyit adni az állatnak, amennyit egyszerre elfogyaszt. Egész nap a szénának kell előtte lennie, és esetleg, hogyha esténként foglalkozunk velük, akkor lehet megkínálni finomságokkal. Ilyenkor oda kell figyelni, hogy semmi olyat, ami puffaszt, aminek magas a cukortartalma, vagy akár permetezett, olyat nem szabad adni, viszont nagyon javaslom, és ingyen is van, a kertben szedett gyomok, például pitypang, lándzsásúti fű, széleslevőúti fű, pásztortáska, ezek mind nagyon jótékony hatásúak, viszont arra oda kell figyelni, hogyha ilyesmit adunk az állatunknak, csak fokozatosan szabad tápot váltani. Ez nagyon-nagyon fontos. Először szárítva, egy-két levelet belőle, utána fonnyasztva egy-két levelet, aztán frissen is lehet. Ugye ezek az állatok a természetben legelnek, szóval nem méreg számukra az, hogyha frissen megkapják ezeket a növényeket, viszont fokozatosan hozzá kell szoktatni a bélflórájukat, hogy ilyen dolgokat is esznek. A nyulaknak sajátossága, hogy őket vakcinázni is érdemes. Két betegség ellen adunk nekik oltást, az egyik a nyulakvérzéses betegsége, a másik pedig a mixomatózis. Nyulakvérzéses betegségeket kettelésből tartott, egyenként tartott nyusziknál nem szokott előfordulni, a mixomatózis viszont annál inkább. Ezt a szúnyog terjeszti, sokan nem foglalkoznak vele, mert mondván, hogy panellakásban van a nyuszi, viszont a szúnyog fölmegy akár a hatodikra is. Éppen ezért nagyon javasolt a nyusziknak az oltása. A gyártótól függően egy vagy két alkalommal kell évente őket oltani, hogyha ez az oltás hiányzik, és egy fertőző szúnyog mégis megcsípi a nyulat, akkor az a nyuszinak az életébe is kerülhet. Még nagyon gyakori a vörös és sárga fülű ékszerteknősöknek a tartása. A vörös fülűt már nem szabad Magyarországon tartani, elkezdte kiszorítani a Magyarországon honos mocsári teknőst, viszont amiket még régen szereztek be a tulajdonosok, azok mostanára felnőttek, és a tartás technológiai hibáknak most jelentkeznek a tünetei, hátrányai. Nagyon gyakori a kálcium hiány és a D-vitamin hiány ezeknél az állatoknál. A D-vitamin termelődéséhez UV-fényre van szükség. Ezt kaphatja az állat egy UV-fényt leadó égőből, vagy a napfényből. Nagyon fontos tudni, hogyha a napfény üvegen megy keresztül, az UV-sugarakat elveszíti, és nem számít onnantól kezdve napfénynek, nem segíti a teknőst a D-vitamin termelésében. A D-vitamin a kálcium felszívódásához elengedhetetlen, vagyis hiába adunk kálciumot, hogyha nincsen D-vitamin. Ha van D-vitamin, de nincsen kálcium, még akkor sincsen nyert ügyünk. Páncéldeformitás, sok csonttörések fordulhatnak elő az ilyen állatoknál. A teknősök etetésénél nagyon fontos, hogy ezeket a szárított rákokat, halakat, teknős műzliket, ezeket el kell hagyni, szívmixeket, marha szívmixeket, el kell hagyni a teknősünk étrendjéből. Ami a legjobb, és akár csak azon tartva is egészséges teknőst tudunk nevelni, az a friss vagy fagyasztott teljes hal. A teknősnek szüksége van a halnak a májára, belében lévő növényi anyagokra, a csontokban lévő kálciumra. Úgy, ahogy van, a teljes halat meg kell enni a teknősnek. Erre sokszor van lehetőség állatkereskedésekben vásárolt fagyasztott halaknál.
kis adagok vannak, akár egy etetésre egy csomag. A teknősöket, felnőtt ékszerteknősöket elég hetente egyszer etetni, ezt is sokszor elrontják a tulajdonosok, sokszor naponta etetik rossz fajta táplálékkal, és ilyenkor nagyon gyakori, hogy deformálódik a páncél, étvágytalanná válnak, rosszul növekednek. Sokszor a hozzánk forduló tulajdonosok azt sem tudják, hogy nőstény vagy hímteknősük van-e. Sokkal gyakoribbak a nőstényteknősök, náluk oda kell figyelni, hogy hímteknős nélkül is termelhetnek tojásokat. Ezeket megfelelő tojásokóhely hiányában nem tudják letenni, és a bent maradt tojások súlyos problémákat okozhatnak. Ha időben fordulunk állatorvoshoz, egy állatorvos akár tapintással is meg tudja állapítani, hogy maradt-e benne tojás. Ha időben elviszük állatorvoshoz, akár egy injekcióval meg tudjuk oldani a problémát, viszont hogyha huzamosabb ideig marad bent, okoz már egy gyulladást, akkor lehet, hogy csak műtéttel menthető meg az állat. Úgyhogy ha azt vesszük észre, hogy egy teknősünk nem eszik, érdemes időben állatorvoshoz fordulni, hogy kisebb legyen a probléma. Önök a Kölcsei Televízió állatbarát műsorát látták. Állatival legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!